Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ebben a videóban az életfeladat lesz a fő téma, ami az előfizetéses csoportunkban kérés volt, hogy foglalkozzunk ezzel. Az életfeladatot nézzük meg, mi a jelen helyzet, aki már megtalálta, annak mit üzen a kártya, illetve aki még keresi, hogy mi lehetne az ő igazi életfeladata, annak mit üzen a kártya, mit érdemes tenni, mi az, ami nem lényeges, és milyen üzenetek jönnek az orákulum kártyákból ezzel kapcsolatosan. Ennek a folytatását ott a csoportban nézhetitek meg. Ebben az első részben megnézzük, hogy mi a jelen energia ezzel kapcsolatosan, mi az, amit érdemes tenni, mi az, amit nem, mire számíthatunk ebben a témában. Szeretném megköszönni nektek a sok-sok feliratkozást, azt, hogy követitek a munkámat, nagyon hálás vagyok érte. Hogyha még nem iratkoztatok föl a csatornára, akkor kérni szeretném, hogy iratkozzatok föl a feliratkozás gombbal. Ezek általános iránymutatások, hogyha egyéni iránymutatást szeretnél, akkor azt a videó alatti e-mail címen, vagy a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon keresztül kérhetitek. Ha írtok nekem, türelmet szeretnék kérni, mert elég sok üzenet érkezik, de mindenkinek fogok válaszolni. Egyéni elemzésre, konzultációra, szeptember vége, október elején vannak szabad időpontok, ezt is vegyétek figyelembe, hogyha jelentkeztek. Theta Healing konzultációval együtt is lehet kérni a kártyás elemzést, kártyán megnézzük az adott helyzetet, és utána pedig megcsináljuk a Theta Healing oldást. Külön is kérhetitek a Theta Healing konzultációt, ez egy nagyon hatékony és nagyon kíméletes módja annak, hogy a negatív érzéseket, blokkokat fel tudjuk oldani, és ezzel tudunk segíteni akár kapcsolati blokkokon, élethelyzeteken. Regressziós utazásra is kérhettek időpontot, regressziós utazás során pedig az előző életben nézzük meg a mostani élethelyzetnek a gyökereit, azt, hogy milyen esetleges energetikai hatása van előző életnek a mostani élethelyzetre. Ez is nagyon sok felismerést hozhat, és segíthet megoldani a problémás helyzeteket. Erre is várom sok szeretettel a jelentkezéseteket. És akkor ennek a videónak a folytatását akkor a csoportban megnézhetitek. A csoportról itt a videó alatti leírásban olvashattok, illetve hogy hol érhetitek el, és milyen módon lehet csatlakozni. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit. Nézzük akkor ezt a kirakást, és akkor mindig először a jelent nézzük meg, a jelen energiáit. A botok 8-as, és a végítélet lapja. Annak, aki még keresgél, az nagyon figyeljen oda arra, hogy milyen külső információkat kapsz ezzel kapcsolatosan. Legyél nagyon nyitott, vedd észre a neked érkező jelzéseket. A botok 8-as mindig egy olyan állapotot jelent, amikor hirtelen kapunk valamilyen külső információt, vagy egy olyan ember érkezik az életünkbe, olyan találkozás jön létre, ahol kapunk segítséget, méghozzá elég gyors segítséget ahhoz, hogy észre tudjuk venni, hogy meg tudjon érkezni az életünkbe az életfeladatunk, ami a nagybetűs életfeladat, és ezzel egy ilyen nehezített útnak a végére is tudunk érni. Ez így együtt azt is jelentheti, hogy egy nehéz időszak hirtelen záródhat le, és olyan irányba fordulhatnak a dolgok, ami teljesen új irányt ad az egész életednek. Aki már megtalálta az életfeladatot, ott azzal kapcsolatosan érkezhetnek olyan kedvező információk. Jöhetnek olyan találkozások, olyan emberek léphetnek be az életedbe, akik tudnak segíteni azon a nehezített úton, amit még ahhoz meg kell tenni, hogy elérj annak a végére, hogy megtaláld az igazi életfeladatot, hogy beteljesítsd az igazi életfeladatot, vagy egyáltalán elkezd attól függően, hogy most hol vagy éppen.
Mi az, amit lényeges tenni? Először azt nézzük, hogyha még nem találtad meg ezt az életfeladatot. Erő lapja. Kelyhek kettes. Ne veszítsd el a lelkesedésedet. Egyéni elemzéseknél néha előkerül az, hogy annyit gondolkodtam már, annyi energiát beletettem ebbe, és nem tudom, hogy mi lehet az életfeladat. Hát ebben az esetben ez azt mutatja, hogy ne mondj le róla. És érzelmeid szerint keresd meg, hogy mi az, ami az a teljes odafordulást, a kedvet, az örömöt tudja hozni a számodra. Kell hozzá energiát beletenni, hogy meg tud találni azt, ami igazából ezt a kelyhek kettes állapotot jelenti. Ugye az életfeladatnál ez azt jelenti, amikor kétségünk nincs afelől, hogy ezt végezzük legszívesebben, hogy ezért mindent meg tudunk tenni, ezért teljes erőt bele tudunk adni. Olyan irányba keres, azt is jelenti ez a kártya, ami lelkesít, amiben úgy érzed, hogy bármit meg tudnál tenni annak érdekében, hogy ezt tud végezni, hogyha ez egy munkáról szól. Hogy ki tud teljesíteni érzelmileg, jó érzéseket kelt benned, teljes szívvel és lélekkel tudod csinálni. Lehet, hogy nem egyszerű megtalálni. Az erő lapjánál ott azért vannak nehézségek, de a motiváció, a lelkesedés az ott van mögötte. Ha már ott vagy, hogy sok idő óta keresed azt a dolgot, hogy mi az, ami neked igaziból az életfeladatod, és még nem találtad meg, akkor folytasd, motiváld saját magadat. Mindig legyen ott az, hogy igen, ezt akarom, ezt meg akarom találni. Ezért hajlandó vagyok nehezített helyzeteket is végigcsinálni, kitartóan végigcsinálni. Nézzük, hogyha már megtaláltad ezt az életfeladatot, hogy akkor mit érdemes tenni. Szerencsekerék, és a botok hármas, akkor változtatni érdemes. Nem csak várni, hogy majd változnak a dolgok, majd változik a helyzet, hanem akkor a lehetőségeidet számba kell venni, hogy most hol állsz, honnan indultál, és milyen utakon tudsz tovább menni, és nem abba hagyni, hanem bátran a változás elébe állni. Változtatni, még akkor is, hogyha bizonytalan. Tovább lépni abban az adott dologban. És azért itt kapcsolódik, hogyha még csak látod azt, hogy mi lenne a te életfeladatod. Már ott van, de még nem jutottál odáig, hogy ténylegesen tegyél érte, akkor ez a kártya azt is mondja, hogy legyél bátor és változtass. Vállald föl annak a nehézségeit, hogy tovább tudj lépni új irányba. A szerencsekerék az félelmet keltő helyzeteket is jelenthet, a bizonytalanságot egyszer lent, egyszer fent ingadozó érzelmi állapotot is jelenthet. Itt azt mondja a kártya, hogy ezt vállald föl, és dönts, és lép tovább. Mi az, amit nem érdemes tenni, vagy nem fontos most, ha még nem találtad meg, uralkodó, és a kardok tízes. Nekem ez a kártya azt mondja, hogy ne ragaszkodj ahhoz, ami van, ami a racionális, ami a tervszerű, a kontrollált, és semmiképpen ne mondj le róla. Eltökélten ragaszkodj ahhoz, hogy igen, meg fogod találni, még ha most nem is látod, és nem biztos, hogy a teljes biztonság és a kontroll az jó felé visz, és semmiképpen ne mondj le arról, hogy te azon az úton fogsz majd tovább indulni, amikor megtalálod ezt az életfeladatot. Ne ragaszkodj olyan hitrendszerekhez, amik régen lehet, hogy hasznosak voltak számodra.
uralkodónak itt a negatív oldalát nézzük, ugye akkor a bemerevedett nézőpontokat is jelenti, amikor ragaszkodunk ahhoz, ami addig volt, és hát amit még nem javasol, ugye a kardok tízes, hogy le is zárod ezt az egészet, mert esetlegesen a biztonságos, a stabil, a kiszámítható, az nem az az irány. Ha már megtaláltad, akkor mi az, amit nem érdemes tenni? Kardok hármas. És a kardok királynője, két kardlap. Nem érdemes azon gondolkodni, hogy mi az, ami csalódást hozhat. Mi az, ami rossz lehet. Mi az, ami közbe jöhet. Ezt nem szabad ezen gondolkodni. És nem szabad túlagyalni a dolgokat, túl racionálisnak lenni. Azt mutatja így, azért két irány látszik itt a kártyán. Az egyik irány, ez inkább ugye a szív, a motiváltság, a lendület, a változtatás. A másik oldal pedig inkább a racionalitás, azt lehet mondani. Nem azt jelenti, hogy ne vedd figyelembe a racionalitást, de ne tartson vissza a félelem, hogy nem tudsz kontrollálni, hogy nem tudsz logikus lépéseket, tervszerűséget belevinni. És mire lehet számítani ezen az úton, most a közeljövőben? Érmék négyes. És az érmék hármas. Tovább fejlődést lehet elérni, tovább lépés, szintlépést lehet elérni, de nagyon lényeges, hogy ne félj a változástól. Itt van ez az érmék négyes, ami még a ragaszkodás jelenti, a félelmet attól, hogy elveszíthetsz valamit. És azért a szerencsekerék a nagy változást is jelenti, illetve az erőlapja is, ugye, hogy elköteleződsz az mellett, amit meg szeretnél valósítani. Mind a kettő változást, változtatást jelent. Nem szabad ragaszkodni a bemerevedett nézőpontokhoz, a régi, megkövült elképzelésekhez. Nem szabad lemondani és túlagyalni a dolgokat, tehát a tovább lépést jelenti, viszont ez félelmekkel teli lehet. Hogyha itt az életfeladatot munkára, tevékenységre nézzük, akkor ott lehet benned az, hogy félsz veszíteni. Mellette viszont itt az érmék hármas az azt jelenti, hogy tudsz egy szintet lépni. De fontos, hogy ne a félelmek irányítsanak. Az erőlapjában is fontos, hogy bátornak lenni, illetve a szerencsekeréknél is kell a változtatáshoz a bátorság. Vagyis a jövőben lehet benned félelem a változtatástól, de itt azt mutatja a kártya, hogy ha mindent beleteszel, hogyha van benned némi bátorság is, és teszel azért, amit szeretnél, amit el szeretnél érni, foglalkozol magaddal, erősíted az önbizalmadat, amivel nő az önértékelés is, akkor szintet tudsz lépni ebben a helyzetben. Tehát ha még nem találtad meg, akkor ki tud alakulni benned, hogy mi is az, amit szeretnél. Ha meg már ott van előtted, akkor abban tudsz előrelépni. Érmék hármasnál ott a csapatmunka lényeges. Nézd meg azt, hogy ki az, aki tud neked ebben segíteni. Milyen félelmek vannak benned a tovább lépéssel kapcsolatban. Sokszor az anyagiak miatti félelem, ez a pénzhez való hozzáállás, ami nagyon visszahúzó tud lenni. Főleg a mostani helyzetben azért itt elég félelmetes hírek vannak mindenfelől, befolyásol, a kollektív tudatból is jön a félelem, a bizonytalanság. Ilyenkor még ez is nehezíti az anyagiakhoz, pénzhez való viszonyt. Ezt érdemes tisztítani, a blokkokat oldani ahhoz, hogy aztán magasabb szintre tudj lépni ezen a területen.
És van segítség, az érmék hármas, az mindig a jó csapatmunkát jelenti. Ha olyan feladatról van szó, ahol többen tudjátok összeadni a tudásotokat, akkor ez az érmék hármas azt jelenti, hogy keresd azokat, és meg is találhatod azokat a jövőben, akik tudnak ebben segíteni téged, akik tudnak veled együtt haladni ezen az úton, és azáltal tudjátok magasabbra emelni. És nézzünk egy orákulum kártyát, mit tanácsolnak a sellők és delfinek az életfeladatotokkal kapcsolatban. Döntéshozatal. A felirata bizonytalan vagy, nem tudsz dönteni, hallgass intuíciódra és hozd meg a döntéseket. Ez is ugye az érmék négyes nehezítheti a végső döntést, amikor aztán elindulsz. Nézzünk még egy kártyát, hogy ez döntéshozatalban még mi az, ami segíthet. Szabadulj fel. Ez azt jelentheti, hogy lehet olyan szituáció az életedben, amit le kell zárni ahhoz, döntést kell hozni, ugye botok hármas is, meg hát az előző döntéshozatal kártya is ezt mutatja, amit le kell zárni ahhoz, hogy felszabadult tudj lenni. Ahhoz, hogy igazából jól tudj dönteni. A felirata próbálj ki új dolgokat, amelyek segítenek önmagad jobb megismerésében. Fontos az önmegismerés ebben a folyamatban. Ez a kártya azt is mondja, hogy minél jobban megismerd, amit mondtam az érmék négyes kapcsán, hogy mi az, ami benned félelmet kelt, mi az, ami még blokkol abban, hogy ezen az úton tovább tudj lépni. És hogyha ezekből felszabadulsz, ezekből a blokkokból, hogyha ezekből ki tudsz lépni, meg tudod szüntetni, döntéseket tudsz hozni, akkor tud igazából elindulni ez az egész folyamat, ami az életfeladatod útján terel téged. Ennyi volt akkor az életfeladattal kapcsolatos kirakás, remélem, hogy tudod segíteni. És akkor ennek a videónak a folytatását akkor a csoportban megnézhetitek. A csoportról itt a videó alatti leírásban olvashattok, illetve hogy hol érhetitek el, és milyen módon lehet csatlakozni. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit.